Köszöntöm a stúdióban első vendégemet, Repinszkiné Tiringer Ágnest, a Gyöngy Barlang ügyvezetőjét és holisztikus tanácsadót. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzám. Én megköszönöm, hogy a üzletünkre egy kis figyelmet és a gyöngyökre is egy kis figyelem kerül. Szeretném is akkor megkérdezni, hogy mit kell tudni a Gyöngy Barlangról. Én ugye többször voltam ott, és nagyon lelkes látogató és vásárló vagyok. Elképesztően gyönyörű ékszerekkel foglalkoznak, és nagyon-nagyon segítőkészek, de ő sokkal jobban össze tudja foglalni az üzlet történetét és a jelenlegi helyzetét. Igazándiból tényleg az embereknek a segítésére szeretnék jobban odafigyelni. Nem csak az, hogy na, fogd és vidd, hanem hogy miért is. Miért is pont azt az ékszert és azt a gyöngyöt válassza ki magának, mint amit igazándiból hozzáillik, hozzá, amit igazándiból tud viselni. Ami nem az, hogy megveszek, és akkor utána beteszem a dobozba. Megveszem azért, mert másnak is van. Megveszem azért, mert egyszer föl kell vegyem, mert megyek az operába, vagy egy esküvőre, de azt úgy viselni, és úgy sűrűn, hogyha viseljük egy gyöngyöt, gyöngyékszert, az úgy kimutatja a nőiességünket, rávezet a nőiességünkre, a finomságunkra, a látságunkra. Nem csak az, hogy magukat a konfliktusokat, konfliktusokon segít át a hisztérián, amikor azt érezzük, hogy hisztisek vagyunk, robbannánk, de nem tudjuk miért, mi van bennünk, mi az, ami kihozza ezt a megváltozott idegállapotot. Ez lehet egy belső olyan, amikor nem fogadjuk el önmagunkat. A gyöngy az nagyon segít ebben, a rezgése, a szépsége megmutatja a saját magunk szépségét, és azt, hogyha nem hisszük el, hogy mi szépek vagyunk, akkor ebben segít. Mert akkor jön a tagadás, ezt én nem érdemlem meg. Miért is kaptam én ezt? Mi ez? Itt csak itt porfogó. Hát igazán, hogyha ezt felvesszük, akkor megértjük, hogy mi is egy gyöngyszemek vagyunk. A tengerben egy gyöngyszem. Sok-sok gyöngyszem adja ki az ékszert, a bennünk lévő sok-sok oldalunk adja ki önmagunkat, és mind-mind egy ékszer, mind-mind egy gyöngyszem, és így állunk össze, ahogy maga egy karkötő, egy nyaklánc kiemeli szépségünket, és meg is erősít bennünket, hogy igenis szépek vagyunk. Tehát, hogyha hiszt is vagy, akkor vedd föl az ékszeredet. Elmúlik. Elmúlik. Segít. És ha már a gyöngyökről ilyen szépen beszéltünk, mit kell tudni magukra a gyöngyökről? Egyáltalán hogyan alakul ki, milyen gyöngyökkel foglalkoznak önök? Hogyha jól tudom, akkor tenyésztett gyöngyök vannak, de ez is átadom a szót, mert... Igen, a tenyésztett gyöngyök az általánosan elterjedtek, mert az édesvízi gyöngyök egy-egy, ahol nagyon nehéz megtalálni őket, és ezért nagyon-nagyon drága egy-egy gyöngyszem. A tenyésztett gyöngyök, hogy más is, nem csak az úri, a felső körök használhassák a nőiességet, hogy nem csak a felső kör érezze azt, hanem igenis, bárki, ha leviszem a szemetet, akkor is érezzem magamat nőnek, mert végig nő vagyok, mindig nő vagyok, és mindig az vagyok, aki. A gyöngyöket tenyésztik, és tenyésztett gyöngyökkel foglalkozunk, forgalmazunk, abból készült ékszereket készítünk, és... Hát ezek úgy alakulnak ki, hogy szóval tenyésztik. Uh-huh. Maga a kagylóba, egy bizonyos kagylóba csak egyetlen egy alkalmas arra, hogy egy kis szemetet beletegyenek. Ami irritálja a belsőt, és ezért egy kis hártyát képez ki maga köré, egy védelmet, és ezeket a védelmet, hogyha minél aprólékosabban rakja le,
attól lesz egységesebb maga a gyöngynek a külseje. És a gyöngynek a külseje az attól ilyen szép fényes, hogy a külső réteg az egy teljesen átlátszó anyag, és úgy átengedi a fényt. Nagyon sok fény áttörés sem megy keresztül, és az adja meg a sejmességét a magának a gyöngyszemnek. És ezáltal is nagyon kell vigyázni, hogy ne karcolódjon meg. Ez egy lágy anyag, hogy ne karcolódjon meg, hogy egy kicsit néha vízzel át kell törölgetni. Nem árt az neki, úgy, mikor eltesszük, egy picit áttörölgetjük. Nem csak azt az energiát vesszük le róla, ezáltal, ami közben ránk rakódott, és úgy berakjuk a dobozba, hogy következőleg szépen tisztán tudjuk, hanem magát az ásványnak az anyagát kezeljük, gondozzuk. És ugyanúgy ásvány. Típusok tekintetében nekem feltűnt az, hogy mi mondjuk rajtam van a teljesen kör alakú vagy gömb alakú, önnél viszont egy kicsit nyújtott van. Ezek között mi a különbség? Hát úgy négy fajtát különböztetünk meg, bár hogyha jó belegondolok, kicsit többet. Van a kör alakú, az egy kicsit nehezebb nekik ennyi mindent létrehozni, hogy ennyire szép legyen, hogy azt a úgymond a védekező rétegét egymás mellé szépen tevődjön össze, kör alakban tevődjön össze. Itt a bekerülő úgymond szemétnek is olyannak kell lennie. Tehát az kiinduló dolog, hogyha csillag alakú, akkor csillag gyöngyöt kapunk, hogyha kereszt alakú, akkor kereszt gyöngyöt kapunk, hogyha egy kereket, szépet raknak be, akkor szépet kapunk, de még a védekező rétegnek is úgy kell elkészülnie aprólékosan az alatt, a két év alatt, ahogy egy gyöngy úgymond elkészül, kifejlődik. És ez, hogyha a rizs alakban, ami rajtam van, kerül be, akkor egy rizs alakot képeznek, képződik, mert még van a barokk, amikor egy kicsit, hát barokk, hát nem is kör, nem is úgy olyan, tehát nem teljes kör, nem teljes alakzat, egy ilyen érdekes alakzatot, és ott inkább ezeknél a köröknél, az egységes dolgoknál azt tudjuk mondani, hogy nyugtat. Uh-huh. Nyugtat. Ez így megnyugtat. A baroknál ott már beleviszünk egy kis mozgalmat is. A színeknél is bele tudunk vinni egy kis mozgalmat, amikor a színek nyugtatnak meg. Igen, láttam, hogy ilyen rózsaszínes világ is van például. Igen, a lila is, a rózsaszín is, a fekete is, tehát attól függ, hogy milyen szemét kerül be, az úgy alakul ki, úgy tenyésztődik. És tehát, hogy mire van szükségünk most úgy igazándiból, tehát egy piros ruhához is fel tudunk venni egy fekete gyöngysort, hogyha a szemünk barnaságát az emeli ki jobban. Tehát most annak kell látszódnia, vagy a fehérenek, hogy jobban csillogjunk, mert már szép a bőrünk, szép barna. Tehát néha én nagyon szeretem a barokk különböző színű, és nagyon gondolkodtam rajta, és ezért is felejtődött otthon a fülbevalom, mert hát a barokkhoz nem találtam meg a fülbevalót, és na, hát a nagy keresgélésben, hát ez van, amikor annyi mindenféle van, hogy nem találtam meg, de így is nagyon-nagyon így is, szép. Úgyhogy ezt a párat itt kiemeljük.
Nagyon szeretem használni az ásványokkal. Ezt akartam kérdezni, hogy ugye nem csak gyöngyök vannak a gyöngybarlangban, hanem ásványok is, akkor ezekről is halljunk egy Igen. Az ásványoknak a rezgése szintén egy természetes ember közeli, ami az embereknek segít az embereken. A rezgésük, amire szükségünk van a nőiességben, ez egy potától felsorolásból kimaradt, amikor egy krumpli alak nem hosszába van kifúrva, hanem keresztbe. És ez már egy, tehát teljesen látszik, hogy egy másik alakzat, sűrűbben kell fölfűzni, több szem kell hozni ugyanabból, mint a ugyanakkora keresztbe, tehát a risszemből. Tehát én nagyon szeretem ásványokkal használni magát, hogy mi kell a nőiességünkhöz, nem csak az, hogy lenyugtasson, hogy fertőtlenítsen, hogy esetleg a lázat csillapítsa, hanem mellette még érdemes az ásványoknak a hatását is figyelembe venni. A karneolt én azért szeretem, hogy hát segít a drukkot is így lejjebb venni, a gyomor biztonságát is, hogy a mérgelődés ne maradjon bennünk, bármi apróságon túl tudjunk menni, ne maradjon bennünk, hogy jaj, ide találok, nem találok ide. Tehát így szépen elsimítja a gyomorban érződő esetleges feszültséget, és hát attól is az ember egy kicsit kiegyensúlyozottabb lesz. Igen, nagyon sokszor kell még a belső csendünket, a belső önvalónkat nem találjuk meg úgy teljesen, akkor úgy érdemes a más természetes anyagok felé kapcsolódni, így az ásványokhoz. Többek között. Akkor, ha jól értem, hogyha valaki szeretne vásárolni valamilyen ékszert, akkor önök tudnak abban is segíteni, hogy éppen mire van szüksége, és megtalálni tökéletes, nem csak ugye kívülről, hanem igazából belülről is. Igen, tehát teljesen más, mások vagyunk, hál' Istennek, mindenki más és más és más áll jól. Mást érezzünk, hogy egy csüngőbb, egy hosszabb, vagy egy pötty fülbe való illik az egyéniségünkhöz, és hogy érezzük jól magunkat az arcformához, az öltözékhez is lehet ezeket alakítani, és hát mondom az ásványokhoz, ásványokat is szeretek. Mindenkinek másra van szüksége. Teljesen mindenkinek másra van szüksége. Annyira boldog voltam, amikor bejött egy vevő, és mondta, hogy farmerba, gyöngy a nyakába, teljesen gyönyörű, kerek, gyöngysor, hogy ő szeretne még egyet, egy másikat. És ő ezt folyamatosan hordja, és hát attól tart, hogy valami baj lesz, és akkor le tudja cserélni. Mert hát már olyan régóta használja. Tehát nem kell félni ezektől, lehet folyamatosan, jó este le kell venni, meg fürdésnél, meg tehát teljesen egyértelmű, krémeket nem szereti, tehát akkor elszíneződhet, még nem találkoztam vele, csak tanultuk, de tehát úgy apránként, de folyamatosan merjük használni, és tényleg én is ilyen voltam, amikor az üzlet megnyílt, és úgy utána, hát akkor nekem a gyöngysoromat kell használnom. Hát én idáig csak akkor vettem föl, amikor esküvőbe mentünk. Hát most akkor hogy legyen, hogy a farmeromhoz, hogy tudjak söpörni, hogy jön ez így össze? Teljesen egyszerűen, és egy ilyen magabiztosságot is ad az embernek. Jó, ott a zsebembe a marokk, nagyon szeretem, más
ásványa kombinálni, amikor lágyabba lágyítani kell, de teljesen, teljesen megemeli az embernek az érzetét, a kiállását, és ez akkor, amikor nyílt az üzlet, akkor bizony szükségem volt rá ennek az erőre, ennek az erejére. Mert hát én kis nyuszi, imádom a ásványokat, imádom a gyöngyöt, de na most akkor hogy jövök én ahhoz? Ismerem a tulajdonságaikat, hogy egy ilyet megcsináljunk, létrehozzunk, és én abban, hát hogy jövök én ehhez? Hát a kis hitűség, igen, az úgy teljesen működött, és úgy szépen erőt, megjött az erő, amikor önmagamat tudtam adni. És úgy ebben megtaláltam úgy önmagamat, úgy nagyon szívesen összehoznám, és ez a következő vágyam, a következő lépés a másik lábunk, a mézbarlang. Ott mézek, teák, és mindenféle mézkészítménnyel azzal indult a munkásságaink, amikor a természet felé és az emberek egészsége és egészség megőrzése felé fordultunk. Ezt szeretném a kettőt összehozni, hogy amikor babát szeretne valaki, akkor idáig teljesen egyértelmű volt, hogy a mépempőt fogyassza. De hordja már a nyakláncot, mert akkor az úgy megjön a nőies tartás. Nem csak az ásványi anyagok, nyomelemek épülnek be a mépempő segítségével, hanem igenis, nő vagyok, igenis, meg tudom csinálni, igenis. Tehát más, tehát a kettőt úgy szeretném úgy összehozni, mert nagyon sokszor azt tudom mondani, hogy a kettő együtt. Tehát belülről is kell táplálnunk magunkat, nem csak a rezgést kapjuk meg hogy ránézünk és kiegyensúlyozottabbak leszünk. Tehát ez összeadódik ahhoz, hogy a belső önvalónkat igazán megnyerjük, megéljük. Hát ezzel a szép gondolattal búcsúzunk akkor, és akkor további sok sikert szeretnék kívánni, mert látom, hogy vannak tervek, és nagyon köszönöm, hogy eljött hozzám.